Az október nem csak a mellrák elleni küzdelem hónapja, hanem a menopauzái is. A nagyvilágban éppen menopauza forradalom zajlik, és szerencsére néhány csírája már Magyarországon is látszódik. Például Angliában idén szeptembertől bekerült a középiskolai tantervbe a menopauza, annak reményében, hogy a tanulók képesek lesznek támogatni a körülöttük élő változókorban lévő nőket, édesanyjukat, nővérüket, avagy partnerüket az élet későbbi szakaszában. Magyarországon jelenleg körülbelül 1 millió nő van menopauzában. Iványi Orsia szerint a menopauzával kapcsolatban egyetlen tény biztos, nem beszélünk róla eleget, mert tabu téma. Pedig ez egy természetes folyamat, melyen minden nő keresztül megy. A szakemberek szerint a menopauza tünetek nem szűnnek meg azzal, ha belépünk a munkahelyünkre, így külföldön már számos cég elkezdett azzal foglalkozni, hogyan segítse a menopauzában lévő nőket a munkahelyen. A menopauza minden nőnél más és más módon történik meg. 34 különböző testi és lelki tünetet is produkálhat. Van, aki alig érez valamit, de van, akinek az életminőségét is komolyan befolyásolja. Stúdiónk vendége Iványi Orsolya, kommunikációs tanácsadó, menopauza aktivista. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez egy furcsa, hogy is mondjam, bemutatkozást lehet. Hogyan lesz valakiből menopauza aktivista? Köszönöm szépen kérdést és a meghívást is. Hát ugye ez úgy kezdődött, hogy saját magamon észleltem tüneteket, és egészen meglepődtem, amikor kicsit jobban belástam magam, hogy egyrészt nagyon kevés az információ erről a természetes folyamatról, másrészt nem nagyon foglalkozik vele senki nyíltan. És ahogy elkezdtem ezzel, erről írni, ezzel foglalkozni, azt vettem észre, hogy egyre több nő olvas engem, és hát így ezt a úgynevezett küldetést magamévá tettem, hogy akkor én szeretnék segíteni minél több nőnek, ha már én is egy vagyok a sok közül, és hát bizonyítja a tény, hogy 3 éve kezdtem el ezzel foglalkozni, akkor a zárt csoportban pár nap alatt 500-an jelentkeztek be, ma már majdnem 6000-en vagyunk. És összességében azt mondja, hogy kb. 1 millió nőt érint ez, igen, a kérdés, ami egy nagyon nagy szám. Lőjük be, sokan azt gondolják, hogy ez csak bizonyos életkor fölött elképzelhető. Mennyire tág ez az életkori határ egyáltalán, mert talán ez is egy fontos, igen, dolog, hogy azt is talán, ha tudjuk, hogy mettől meddig előfordulhat, akkor talán hamarabb meg is, igen, értjük. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert általában az él a fejekben, hogy 50 körül köszönt be majd a menopauza. Én 44 voltam, amikor bizonyos tüneteket észleltem magamon, és fogalmam nem volt, hogy menopauza. Mert hogy a menopauzának vannak szakaszai, perimenopauza az már a 40-es évek elején elkezdődhet, és ez egy nagyon fontos dolog, ezért is lenne szükség minél több információra, edukációra, hogy legyenek tisztában a nők azzal, hogy nem megőrültek a 40-es évek elején, mert sok ilyen visszajelzést kapok, hogy azt sem tudom, mi történik velem, hanem ez egy természetes folyamat, de már elkezdődhet a 40-es évek elején. Melyek azok a tünetek a 36-40 tünetből, amit itt több anyagban is szerepelhet, ami mondjuk nem gondolunk rá, és akár arra lenne érdemes, tehát az nem az atipikus tünetek, igen, mik lehetnek? Tehát a perimenopauzára jellemzők főleg a pszichés tünetek, és ezért is említettem ezt a megőrültet. Tehát ráfogják, hogy élet, igen, középi válságban, igen, van, pontosan, tehát most elment az esze. A munka, a stressz, a gyereknevelés. Amiközben akkor ér össze, tehát lássuk, igen, be, hogy akkor, igen, lesz általában középkorú, vagy a nő élete az középszakaszban van, igen, és közben a tinédzserek, vagy nem, igen, tudom, a megérkező nehézségek, igen, vagy ez akár egy a... rendkívül komplex életszakasz egy nő életében, ez a 45 és 60 közötti, és sokan nem is gondolják, hogy ez lehet egy menopauza tünet. Hangulatingadozás, depresszió, pánik, mindenféle olyan dolog, amiről az rá lehet fogni másra. Uh-huh. És ezért nem is tűnik fel annyira, hogy hoppá, lehet, hogy egyébként menopauzában vagyok. Ha tudná, hogy ez mondjuk nem pszichés eredetű, hanem biológiai máshonnan van a forrása, akkor másképp kell ennek kezelni? Másképp is kezelni. Mert hogy tudjuk, hogy azért ez egy folyamat, ami egyszer véget ér. Jó, lehet 10 évig tart, lehet, mert tényleg ahány nő annyi menopauza, de hogyha tudja az ember, hogy ez mondjuk menopauza, eltart egy ideig, másként gondol rá, másként tekint erre az életszakaszra, és nagyon fontos, hogy ne tekintsünk a menopauzára negatív életszakaszként. Tudom, hogy ezt, hogy mondjam, kicsit idealisztikus így kimondani, mert azért nagyon sok nő megszenvedi ezt, de hogyha
úgy próbálunk rátekinteni, hogy ez egy, lehet egy ébresztő arra, hogy életmódot váltsunk. Ugye bizonyított az, hogyha valaki jó kondiban érkezik meg ebbe a szakaszba, akkor kevesebb tünete lesz, vagy enyhébb tünetei lesznek. Egy jó lehetőség arra is, hogy kicsit másként tekintsünk az életünkre, és ne csak úgy fogjuk fel, hogy át kell, vagy túl kell élni ezeket a tüneteket. Ugye arra is felhívták a figyelmet, hogy például van egy programjuk, amin én magam is elgondolkodtam, azon, hogy érzékenyítő tréning férfiaknak, menopauzáról. Igen. Nem tudom, hogy kimondhatom a cég nevét, de egy élelmiszer láncról van szó, és ők elsőként vezették be tavaly a munkahelyi menopauza programot, ahol része a programnak, ez az érzékenyítő tréning az áruházvezetőknek, ahol nyilvánvalóan sok a férfi, és nem azt mondom, hogy meglepő módon, mert inkább kicsit, hogy mondjam, jó leső érzéssel láttuk, hogy mennyire pozitív a visszajelzés, hogy igenis szeretnének tudni erről többet, mert így tudnak segíteni. Konkrét dolgokban segítik őket? Tehát valóban kapnak olyan valódi segítséget, hogy egy ilyen helyzetben lévő hölgyel mit érdemes kezdeni, és azon túl, hogy legyintünk, hogy hát szegény. Igen. Igen, tehát hogy pontosan erre ezt próbáljuk fel térképezni ezekkel a tréningekkel, hogy tudjunk olyan dolgokban segíteni, most mondok egy példát, mondjuk egy kasszában lévő kolléganő napi 5-ször izzad le, és nagyon durva hőhulláma van, akkor ki tudjon menni 5-ször átöltözni, el tudjon menni WC-re, legyen lehetősége vizet inni, lehet egy kis ventilátor legyen, tehát hogy ezeket a lehetőségeket megtalálni, hogy hogyan tudunk segíteni nekik. Az is szerepel ebben az anyagban, hogy sokszor a házi orvos sem feltétlenül tudja, hogy, hogy mi lehet a hátterében, talán pont azért, mert ez az idősáv ez kitágult, és nem feltétlenül kérdez nőgyógyászati kérdés. Seket a házi orvos? Igazából jelenleg az van, hogy ez a menopauza, mint orvosi kérdés is, nagyon nincs beazonosítva, hogy kihez kellene, hogy tartozzon. Tehát legtöbben nyilván a nőgyógyászhoz megyünk, vagy a házi orvoshoz. A házi orvosok nincsenek igazából felkészülve erre. És hát emiatt is fontos lenne, hogy kapjanak ők is edukációt, a nőgyógyászok felé meg azt kérnénk, hogy kicsit jobban foglalkozzanak a nők lelkével is. Erre most itt a lehetőség októberre, tehát a menopauza hónapja lett. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszéltünk ezzel a témáról. Én köszönöm szépen a meghívást.